Ursula von der Leyen délután Magyarországra jön, hogy Orbán Viktorral találkozzon, jelentette be az Európai Bizottság elnökének szóvivője. Az utazás célja, hogy az európai biztonságról és az energiaellátásról egyeztessenek. Szijjártó Péter a parlamentben ma arról beszélt, hogy amíg a magyarok által felvetett problémákra nincs megoldás, addig Magyarország nem szavazza meg a szankciós csomagot. Szerdán tett javaslatot az Európai Bizottság elnöke az Oroszországgal szembeni 6. szankciós csomagra. 6 hónapon belül szeretné fokozatosan megszüntetni az oroszországi kőolaj behozatalt, év végére pedig a finomított olajtermékek importját is. And let's be clear, it will not be easy. Hadd fogalmazzak érthetően, ez nem lesz egyszerű. Egyes tagállamaink erőteljesen függenek az orosz olajtól. Akkor még Szlovákia, Csehország, Magyarország sem fogadta el az embargót, majd a vasárnapi ülésen sem született megállapodás. Híradónk úgy tudja, Magyarországnak nem felelt meg az, hogy 2024 végéig kapjon felmentést az olajembargó alól. Időkorlát nélkül szeretné fenntartani az olajbehozatalt. Van a számunkra vörös vonal, mégpedig Magyarország energia ellátási biztonságának garantálása. Szijjártó Péter szerint a javaslat elfogadása esetén a magyar gazdaság működtetéséhez szükséges mennyiségű kőolaj beszerzése lehetetlenné válna, valamint 700 forintos benzin és 800 forintos gázolajárhoz vezetne. Ez a javaslat tehát Magyarország számára problémát jelent, és ez a javaslat nem tartalmaz megoldásra vonatkozó előterjesztést. És elnök úr, amíg nincsen megoldás erre a magyar problémára, addig Magyarország ezt a brüsszeli szankciós csomagot nem szavazza meg. Az MSZP EP képviselője szerint a kormánynak olyan megoldási javaslattal kellene előállni, amely meggyőzi az Uniót, hogy nem csak haladékot kérnek, hanem a haladékra kapott időt arra használják, hogy csökkentsék a függést Oroszországtól. Ma már Szlovákián és Magyarországon kívül nagyjából minden más tagállam érdekeit, nemzeti sajátosságait bedolgozták a javaslatba, de nagy különbség, hogy ezek az országok előálltak egy átállási tervvel, miközben Magyarország csak vétóval fenyeget. Az energiapiaci szakértő szerint a magyar kormánynak azért fontos, hogy továbbra is az orosz kőolajat vásárolja, mert az hordonként 35 dollárral a világpiaci ár alatt van, az embargó miatt pedig egyre olcsóbb lesz. Ezzel valaki vagy valakik extra profithoz tudnak jutni, és elképzelhető, nem tudjuk, hogy ebből az extra profitból keresztbe finanszírozzák a magyarországi 480 forintos ársapkát. Tehát feltehetőleg itt ez lehetett az eredeti megállapodás. A szakértő hozzátette, van alternatívája az orosz olajnak, hiszen Magyarországon van az Adria kőolaj vezeték is, amelyen keresztül gyakorlatilag bárhonnan lehet olajat importálni. Érdemi bejelentés nélkül látványos katonai parádéval ünnepelték Oroszországban a győzelem napját, amelyen megemlékeznek a Szovjetunió győzelméről a náci Németország felett. A nyugati várakozásokkal szemben Vlagyimir Putyin nem jelentett be háborús mozgósítást Ukrajna ellen. Putyin szerint az ország katonai akcióival az orosz történelmi területek elleni agressziót akadályozta meg. Az ukrajnai háború miatt Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök a hitleri Németországhoz hasonlította Oroszországot. Több ezer katona menetel a moszkvai Vörös téren, de tankok és más katonai járművek is felvonultak. Az oroszok egy interkontinentális ballisztikus rakétát is bemutattak a katonai parádén. Az orosz elnök ez alkalommal is megkoszorúzta az ismeretlen katona sírját a Kreml falainál, és ezt követően érkezett meg a Vörös térre. Putyin szerint a Donyec medencében az orosz emberekért és Oroszország biztonságáért harcolnak. Kijelentette, hogy Kijev atomfegyvereket akart szerezni, a NATO pedig katonai fejlesztéseket hajtott végre az Oroszországgal szomszédos területeken. Az Egyesült Államok az egész világot megalázta, amikor a saját maga rendkívüliségéről kezdett el beszélni a Szovjetunió összeomlása után. De mi soha nem adjuk fel a hazaszeretetünket, a hitünket, a tradicionális értékeinket, az őseink szokásait, és tiszteljük a más népeket és kultúrákat. Úgy tűnik, hogy a nyugaton eldöntötték, hogy eltörlik ezeket az évezredes értékeket. És ez az erkölcsi romlás az alapja a II. Világháború történetének cinikus meghamisításának is, jelentette ki Vlagyimir Putyin.
Az államfő beszéde alatt ismeretlen hekkerek feltörték az orosz állami televízió közvetítését, amely során az a felirat jelent meg a képernyőkön, miszerint Vlagyimir Putyin kezéhez ukránok vére tapad. Fehér Oroszországban Alekszandr Lukasenka szintén a nyugatot kritizálta, és úgy fogalmazott, hogy a nyugati országok nem értik a következményeit az általuk katonai erőszakkal kikényszerített rendszerváltásoknak olyan országokban, mint például Irak, Szíria vagy Afganisztán. Ez pedig már Mariupol. Az elfoglalt kelet-ukrajnai városban pár százan vettek részt az orosz párti győzelemnapi felvonuláson. Az ukrán elnök viszont videóüzenetben közölte, hogy Ukrajna egyetlen területet sem fog feladni a háborúban. A gyermekeink szabadságáért harcolunk, mert sosem felejtjük el, hogy mit tettek a felmenőink a II. Világháborúban. Most pedig egy őrült ismétli meg a szörnyű bűneit az egész Hitler uralomnak, jelentette ki Volodymyr Zelenszky. A berlini brandenburgi kapunál több száz orosz emlékezett meg a II. Világháborús veteránokról. Eközben Moszkva lengyelországi nagykövetét háború ellenes ukrán tüntetők vörös festékkel öntötték le Varsóban a II. Világháborús emlékműnél. Továbbra sincs megállapodás Magyarország és az Európai Bizottság között az olajembargó kapcsán. Ursula von der Leyen bizottsági elnök tegnap Budapesten tárgyalt a magyar miniszterelnökkel. Brüsszeli információk szerint az egyeztetésen az embargó elfogadásáért cserébe végül nem kerültek szóba a helyreállítási alap Magyarországnak járó pénzei. Európa első embere Budapesten. Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét hétfő este a Karmelita Kolostorban fogadta Orbán Viktor miniszterelnök. A megbeszélés témája az Oroszország elleni olajembargó volt, amit Magyarország továbbra is ellenez. Ursula von der Leyen a találkozó után azt írta, sikerült tisztázni a felek álláspontját energiaügyi kérdésekben, és előrehaladás is történt, de további munkára van szükség. Szijjártó Péter külügyminiszter kedden Brüsszelben úgy fogalmazott, a budapesti találkozó legfontosabb fejleménye az volt, hogy a magyar kormány ismertethette álláspontját. Mindaddig, amíg az Európai Bizottság által létrehozott problémára az Európai Bizottság nem ad megoldási javaslatot, addig nem tudjuk támogatni ezt a csomagot. A külügyminiszter hozzátette, drága és akár több évig is elhúzódó infrastruktúrális beruházásokra lenne szükség Magyarországon ahhoz, hogy az ország csökkenthesse az orosz energiafüggőséget. A budapesti von der Leyen Orbán találkozóról részleteket semmelyik fél nem árult el, de Brüsszelben többen úgy vélekednek, hogy a magyar kormányfő az orosz olajembargó elfogadásáért cserébe azt kérheti az Uniótól, hogy Magyarország férhessen hozzá az eddig visszatartott uniós helyreállítási pénzekhez. Itt Brüsszelben is bizony hallani olyan hangokat, melyek szerint a magyar kormányfő gyakorlatilag egy ilyen tárgyalási pozíciót, ilyen zsaroló potenciálja lenne, és ezt próbálná, ez felszabadítaná tulajdonképpen ezt a forrást azért cserébe azért, hogy az olajembargóba belemenne. Láttam ugyanakkor olyan információkat, olyan benfentes információkat, amelyek szerint ez szóba sem került a tegnapi von der Leyen-Orbán tárgyaláson. A közös nevező megtalálásához Ursula von der Leyen kedre videokonferencia összehívását kezdeményezte a közép-európai országok vezetőivel. Ugyanakkor a Bloomberg információi szerint ez a megbeszélés végül elmarad. Az LMP frakció vezetője szerint annak nincs értelme, hogy az EU leállítson mindenfajta energiakapcsolatot Oroszországgal. Jelenleg az orosz energiaszankciókkal az a probléma, hogy hatalmas ütést adna a magyar és az európai gazdaságnak, és ezt az ütést olyan embereknek kéne kifizetniük, akik alapvetően semmilyen szinten nem tehetnek se arról, hogy háború folyik, se pedig arról, hogy ennek milyen következményei vannak. Kedden Orbán Viktor Emmanuel Macron francia elnökkel egyeztetett telefonon az olajembargó kapcsán. 120 ezerről 700 ezer forintra emelkedett egy Csongrád megyei étterem tulajdonos villanyszámlája. Egy pékség a korábbi 600 ezer forint helyett pedig mostantól 1 milliót fizet. A kormányrendelet szerint a vállalkozások számára nem jár automatikusan a rezsicsökkentés, azt igényelni kell. Az energiaszolgáltatóknak viszont az az érdekük, hogy minél kevesebben éljenek a lehetőséggel. Egymás után sorakoznak a frissen sült vaníliás csigák ebben a Csongrád megyei Maros-Lelei pékségben. Vidaszűcs János 3 éve nyitotta az üzletet, azóta közel a duplájára emelkedett a villanyszámlájuk. 35 forinttal kezdtük az áramot fizetni, ugye 35 forint volt egy kilovatt, most 65 forintnál tartunk, ami nálunk gyakorlatilag azt jelenti, hogy ami eddig ugye 600 000 forintos villanyszámla volt havonta, most fölé mentünk az 1 millió forintnak. Mint kiderült, nem ő az egyetlen, akinek a növekvő energiaárak szinte ellehetetlenítik a munkáját. Ötszöröse az áramdíj.
amit gyorsan kiszámoltunk, 20-30 forint helyett 170 forint. Villanyszámláját mutatja kameránknak Török Jánosné, aki évtizedek óta üzemeltet egy éttermet, szintén Maroslelén. Eddig havonta 100-120 ezer forintot fizettek, most 700 ezer számlát kaptak. Mint megtudta, a rezsicsökkentett energiaár rá nem vonatkozik. Először nem is igazodtam el, a hátulján vannak, hogy mínusz, meg akármi, telefonáltam, és akkor közölték, hogy ez tény is való, hogy ennyit ki kell fizetni. De mire föl? Mert az áram maga, az áram ára ennyibe kerül, január 1 óta. Török Jánosné végül 3 hónapos részletfizetési kedvezményt kapott. Híradónk megkereste az érintett áramszolgáltatót. Többek között azt szerettük volna megtudni, miért ugrott ekkorát a fizetendő összeg, illetve hogy összesen hány ügyfelük lehet érintett. Adásunkig nem kaptunk választ. A rezsicsökkentett tarifára... Balogh József energiapiaci szakértő azt mondta, a rezsicsökkentés eleinte a lakossági fogyasztókra vonatkozott, majd decemberben kiterjesztették a kis- és középvállalkozásokra. Ez azonban nem automatikus, hanem igényelni kell. Balogh úgy véli, érdekellentét áll a fogyasztók és a szolgáltatók között. A kis és középvállalkozó azt szeretné, hogy megkapja a rezsicsökkentett áramot és gázt, viszont aki ezt neki eladja, az azt szeretné, hogy minél kevesebbet adjon el a rezsicsökkentett áron, és minél többet adjon el, főleg a kis- és középvállalkozóknak a piaci áron. A Vállalkozók Országos Szövetségének főtitkára azt mondja, sok vállalkozó keresi meg a szervezetet az elszálló költségek miatt. Az energiaárak azért 70-80%-kal növekedtek mondjuk az elektromos áram, és hogyha a gázt nézzük, akkor valaki a tavalyihoz képest csak 4-5-szörös áron, tehát 4-500%-kal magasabb áron tudott leszerződni a gázra. Perlusz László hangsúlyozta, a mostani energiaárválsággal újra előtérbe kerül a zöld átállás, ám ez 2-3 évbe is kerülhet. Brüsszelnek nincs megoldása, ami kezelné az olajembargónak a magyar gazdaságra gyakorolt hatását, ezért a kormány csak a tengeri szállításra vonatkozó tiltást fogadja el, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Az MSZP, a Párbeszéd és a Jobbik szerint tárgyalni kell az Európai Unióval, és támogatni kell az Oroszország elleni embargót. A Mi Hazánk szerint viszont nincs alternatívája az orosz olajnak. Szlovákia, Csehország és Bulgária mellett még mindig Magyarország tiltakozik a leghangosabban az olajembargó ellen. Ez egy atombomba, amit le akarnak dobni a magyar gazdaságra, és ezt mi nem fogadhatjuk el. Orbán Viktor szerint Magyarországnak minimum 5 évre és jelentős pénzügyi támogatásra van szüksége ahhoz, hogy függetlenedhessen az orosz energiaforrásoktól. A Politico most úgy értesült, az Európai Bizottság összeállított egy pénzügyi támogatásról szóló tervezetet Magyarországnak, arra az esetre, ha a kormány visszavonná vétóját. Az Európai Bizottság szóvívője viszont cáfolta, hogy Ursula von der Leyen pénzt ígért volna Orbán Viktornak a szankciók elfogadásáért cserébe. Világossá tettük az Európai Bizottság számára, hogy... Szijjártó Péter leszögezte, Brüsszel nem tudja kezelni az esetleges olajembargó magyar gazdaságra gyakorolt hatását, ezért a kormány csak a tengeri szállításra vonatkozó embargót fogadja el. Amennyiben Brüsszel komolyan gondolja ennek az embargónak a bevezetését, akkor az csak úgy lehetséges, hogyha a csővezetékes szállítások az elől kivételt kapnak. Újhelyi István szerint nem elég vétózni, kompromisszumot kell kötni az Unióval. Ami pénzt ad Európai Uniós forrást ahhoz, hogy néhány éven belül a függetlenedésünk megtörténjen az orosz energiapiactól, és ráadásul finanszírozni tudjuk a zöld átállást, hogy minél több megújuló energiát használjunk Magyarországon. A Jobbik és a Párbeszéd úgy látja, az átállás megvalósítható, az embargót be kell vezetni. Minden normális ország arra törekszik, hogy minél több forrásból tudja biztosítani a számára létfontosságú energiákat, mind a gázt, mind a kőolajat. Magyarország viszont, mintha kifejezetten erőltette volna azt, hogy ez a függőség fennmaradjon, és még erőteljesebb legyen, mint amilyen korábban volt. Ez egy teljesen észszerűtlen és egy teljesen abnormális helyzet, és ebből szabadulni kell. Csak blokkolják a közös megoldást, és Putyin érdekeit szolgálják továbbra is, illetve importálják a véres olajat, az teljesen vállalhatatlan. A Mi Hazánk nem támogatja az olajembargót, mert szerintük nincs alternatívája az orosz olajnak. A ukrajnai háború az nem a magyarok háborúja, és
semmilyen módon nem szabad a magyar gazdaságot tönkretenni, így is már hatalmas problémák vannak, az infláció, az élelmiszerválság, az üzemanyagválság, stb. Tehát ezt nem kellene fokozni további intézkedésekkel. A DK nem foglalt állást az ügyben. A Momentum nem reagált megkeresésünkre, az LMP hétfőn közölte, nincs értelme, hogy az EU leállítson mindenfajta energiakapcsolatot Oroszországgal. A lakosság 22%-os inflációt érzékelt áprilisban a GKI szerint szemben a KSH által közölt 9,5%-os drágulással. Molnár László szerint, mivel a bérek átlagosan csak 14%-kal emelkedtek, így az infláció árnyékában az emberek bércsökkenést éreznek. A Híradónk által megkérdezett elemző szerint a drágulás mértéke nyár közepén tetőzhet. A csomag paprika alatt közel 1 kilót mutat a mérleg. A kód beütése után pedig az is kiderül, hogy több mint 1600 forintba kerül. Hasonló árban van a málna is ebben a hazai kisboltban. A vásárlók szerint nagy a drágulás az üzletekben. Gyümölcsök egyértelműen, és azért a húsok is megszaladtak, meg a tojás. Élelmiszerek szinte minden. A húsfélétől kezdve a kenyér, a péksütemények. Az elmúlt egy évben a rétesliszt 50%-kal, a paradicsom 45%-kal, a margarin 40%-kal, míg a félbarna kenyér 30%-kal drágult a portfólió adatai alapján. Összességében tavaly márciustól idén márciusig 13%-kal drágultak az élelmiszerek a KSH felmérése alapján. Az áremelkedést a világpiaci folyamatok generálják, a CBA kommunikációs igazgatója szerint. A beszállítók, termelők, gyártók magasabb árakon adják át a termékeket a kiskereskedők részére, és ebből fakadóan mi, mint kiskereskedelmi szereplők is kénytelenek vagyunk a fogyasztói árakat emelni. Nem csak az ételekért, hanem például a plazma tévéért vagy a háztartási gépekért is mélyebben zsebbe kell nyúlnia a vevőknek. A műszaki termékekre a jellemző az, hogy évről évre csökkennek az árak. Ez a Covid óta gyakorlatilag megfordult, és most a háborúnak a hatása az, hogy ez a csökkenés megállt teljesen, és egyfajta emelkedés is indult. Az idei évre 5-8%-os hatást fogunk látni az árakban. Miközben a hivatalos inflációs adat évtizedes rekordot dönt, a GKI legfrissebb felmérése még keményebb eredményt mutat. A vásárlók sokkal nagyobb mértékű drágulást tapasztalnak. A hivatalosságoknak melbevágó, a tapasztalati tényeknek viszont megfelel, hogy a lakosság az 2,5-szeresét érzékeli a mért inflációnak. Tehát miközben a KSH 9,5%-os inflációt mutat ki, aközben a háztartások 22,5-23%-ra becslik a saját árindexüket. Eközben a bérek csupán átlagosan 14%-kal emelkedtek, így az áremelkedések árnyékában a dolgozók bércsökkenést éreznek. Azt gondoljuk, hogy még további növekedés fog jönni a következő 1-2 hónapban. Tehát nyáron tetőzhet talán az infláció, most azt tűnik a legvalószínűbbnek, de hát persze tavaly ősszel meg azt mondtuk, hogy majd októberbe fog tetőzni, tehát ugye ez folyamatosan tolódik ki ez a tetőzés. Most úgy látjuk, hogy talán az év második felében már a bázis hatások is egy kicsit be fognak segíteni. A szakember szerint nyár közepén 10%-os pénzromlás várható. Kiszivárgott egy uniós energiaügyi csomag, amely után a magyar kormány akár fel is adhatja embargó ellenes álláspontját. A Financial Times egy olyan tervet mutatott be, amelyben az Európai Unió összesen 195 milliárd eurót adna a tagállamoknak abból a célból, hogy leválhassanak az orosz energiáról. Február 24-e, Kijev. Az ukrán fővárosban aznap éjszaka megszólaltak a légvédelmi szirénák. Oroszország megtámadta Ukrajnát. Az orosz agresszió másnapján összeültek az Európai Unió tagállamainak vezetői, és elfogadták az első szankciós csomagot. Az Oroszországot sújtó intézkedéseket Magyarország eddig mind elfogadta. Azonban a múlt héten bejelentett 6. szankciós csomagra egyelőre nemet mond az Orbán kormány. Ez egy atombomba, amit le akarnak dobni a magyar gazdaságra, és ezt mi nem fogadhatjuk el. A kormány problémája az olajembargóval van, hiszen a tervek szerint Magyarországnak a jövő év végéig le kell állni az orosz olajvásárlásokkal, ez pedig jelentős költségekkel járna. A Financial Times viszont most egy olyan uniós tervezetet szivárogtatott ki, amely keretében a központi költségvetésből segítenék a tagállamokat az orosz energiafüggőség megszüntetésében. A program keretében 195 milliárd euróból szeretnék a kontinens energiarendszerét fejleszteni, és az orosz energiafüggőség csökkentésének érdekében felgyorsítanák a zöld átállást is.
A tervek szerint többek között 4%-kal csökkentenék az energiafogyasztást, duplájára növelnék a naperőművek kapacitását, és évi 35 milliárd köbméterrel mérsékelnék a földgáz felhasználást. Az EU-nak ez az a célja, hogy lényegében rövid időn belül a tagállamok legnagyobb részénél az idei végéig leváljanak az olajimportról. A Financial Times arról ír, ez a csomag megnyithatja az utat az olajembargóval kapcsolatos magyar ellenkezés feloldásához is. A külügyminisztérium azonban megerősítette, csak olyan olajembargós javaslatot tudnának elfogadni, ami a tengeri szállítási útvonalakra vonatkozik. Feltehetőleg arról lehet szó, hogy a Repower programban Magyarország valami extra kiváltságokat, vagy extra bánásmódot kapna azért, ha az olajembargóval kapcsolatos vétóját visszavonná. Erre utal Szijjártó Péter, a spanyol El País-nak adott nyilatkozata, ahol úgy fogalmazott, nem szavazhatunk igennel, ha csak nem kínálnak megoldást. A külügyminiszter hozzátette, a kormány szerint az uniónak fizetnie kell a teljes energiarendszer korszerűsítési folyamatát is. Sorra mondják fel a 3-as metró felújítására kötött szerződéseket a beszállítók a megnövekedett költségekre hivatkozva. A Népszava információi szerint eddig 36 megállapodást bontottak fel az üzleti partnerek. A felújítási munkák a tervek szerint 2023 tavaszán érnének véget. A BKV szerint a beszállítói és gyártói visszajelzések alapján érezhető, hogy fennakadások lehetnek, de azt még nem lehet tudni, hogy a háborúnak milyen hatása lesz a metró felújításra. Sokan sietnek a 3-as metró pótlóbuszához, hogy elérjék. A Lehel térnél nagy a forgalom. A metró pótlóbuszok 45 másodpercenként követik egymást. Jó lenne már, kész lenne már. Nagyon jó lenne. Szombattól ismét új szakaszba lép a 3-as metró felújítása. Május 14-től ismét használatba lehet venni a Calvin tér, a Corvin negyed, illetve a klinikák metróállomásokat. Az új szakaszok átadása miatt változik a metrópótlók menetrendje is. Aki a teljes útvonalon szeretne utazni, annak kétszer kell átszállni a szombattól, mivel a metró csak Újpest központ és a Göncz-Árpád város központ között, illetve a Calvin tértől a végállomásig közlekedik. A pótlóbuszok a belvárosi szakaszon az Árpád híd és a Calvin tér között járnak majd. A Nagyvárad térnél azonban nem áll meg a metró. Más lesz a helyzet hétköznap este és hétvégén. Ekkor a pótlóbuszok a Göncz-Árpád város központ és Kőbánya-Kispest között járnak. A metrópótlás kapcsán az egyik legfontosabb feladata a Budapesti Közlekedési Központnak az, hogy biztosítsa a metrópótló autóbuszoknak a kényelmes, könnyű haladást. Ennek érdekében ismét fel kellett festenünk a buszsávokat a Lehel tér, illetve a Göncz-Árpád város központ között. Változás lesz a Calvin tér környékén is a forgalomban. A Budapesti Autósok Közössége arra figyelmeztet, senki ne vezessen rutinból az érintett útszakaszon. Azzal is tudjuk egymást segíteni, hogyha mondjuk bennünk a dugóba, mert mi mondjuk már beragadtunk, akkor nyomjunk rá arra a kisikorra, hogy itt bizony forgalomtorlódás van, itt dugó van, hogy legalább a mögöttünk lévőnek ne kelljen beragadni a dugóba. Közben a Népszava szerint gondok vannak a 3-as metró további felújításával, ugyanis a beszállítóik sorra mondják fel a szerződéseket az elszállt költségek miatt. Eddig mintegy 36 szerződést bontottak fel. Ez éves szinten több 10 milliárd forintos többletkiadást jelent a közlekedési vállalatnál, amely az évi költségvetést eleve 26 milliárdos veszteséggel tervezte. Teljes a kormány névsor. Orbán Viktor lezárta tárgyalásait és megállapodott leendő minisztereivel. Eszerint 14 minisztériummal, köztük 3 tárca nélküli miniszterrel kezdi meg munkáját az 5. Orbán kormány. Az EMMI megszűnt, több tárca viszont most kezdheti el működését. Személycserékről is döntött a miniszterelnök, az újoncok mellett Lázár János és Navracsics Tibor is visszatért. A titkosszolgálatokat Rogán Antal, az egészségügyet és a közoktatást Pintér Sándor felügyelheti majd. Tudja már, hogy melyik bársonyszékbe ül, miniszteribe? Nem tudom, hogy ülök egyet. Nem dőlt el? Miniszterelnök úr időben fog mindenkit tájékoztatni. Ön tájékoztatta-e már róla? Igen, tájékoztatott. Sejtelmesen mosolygott Lázár János, amikor a csütörtöki lakossági fórumára érkezett. Péntek délre publikussá vált, hogy biztosan egyike lesz a következő kormányzati ciklus 14 tárca vezetőjének. Lázár az építés és beruházási minisztérium élén tér vissza a kormányba. Várhatóan Paks 2 is hozzákerül majd. Visszatér Navracsics Tibor is, aki területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter lesz.
Semmilyen Zsolt miniszterelnök helyettes, miniszterként a nemzet és nemzetiség politikáért, valamint az egyházakért is felel. Az új kormányban új miniszterek is helyet kaptak. Szalai Bobrovnicki Kristóf a honvédelmi, Csák János a kulturális és innovációs tárca élén. Nagy Márton pedig a gazdaságfejlesztését felel majd tárca nélküli miniszterként a következő ciklusban. A legtöbb poszton azonban nincs változás. Szijjártó Péter, Varga Judit, Varga Mihály és Gulyás Gergely pozíciója nem változik. Nagy István és Rogán Antal is folytatja munkáját. Utóbbi felel majd eddigi feladatai mellett a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokért is. Palkovics László a technológiai és ipari minisztériumot vezetheti. Pintér Sándor pedig a belügyminisztériumot. A miniszterelnök a Facebookon a minisztereire alapozva azt írta, együtt erő vagyunk. És ahogy a fociban szokták, csapatkapitányként keretet hirdetett. Időközben benyújtották a kormány minisztériumi felsorolásáról szóló törvényt. Ebből kiderül, hogy az egészségügy és a köznevelés a belügyi, a felsőoktatás a Csák János vezette innovációs tárcához kerül. Hat olyan minisztérium lesz, amelyekhez gazdasági, pénzügyi kompetenciák tartoznak. Hon Gábor szerint ez merőben más struktúra, mint a korábbi. Az eddigiekhez képest, ahol a erős centralizáció volt jellemző, hogy egyre széles, hogy nagy széles minisztériumok, most meg ilyen elaprózott területeket, tehát külön a technológia, külön az építés, fejlesztés, külön az innováció, tehát ez egy más, egész pont az ellenkezője az, amit az elmúlt 12 évben Orbántól láttunk. Az elemző szerint erős kormányt akar a névsor, ami a gazdasági kihívásokra érzékeny lehet, a társadalmi elvárásokra viszont kevésbé. A 40 fürdésre kijelölt balatonparti település közül hússtrandon már csak pénzért mehetünk be a vízbe. Tavaly 8 strandot tettek fizetőssé, az idei tervekről még nincs információ. Az viszont biztos, hogy sok helyen drágább lesz a belépő. A demokratikus koalíció azt szeretné, ha a Balatonnál minden településen lenne szabad strand, mert szerintük sok családnak már csak egy kék folt a térképen a magyar tenger. Állításuk szerint sokan nem engedhetik meg maguknak a balatoni nyaralást. A fideszes kisgömböc inkább felfalja a magyar tengert. Mikor ma Magyarországon napról napra kevesebbet érnek a fizetések, és emelkednek az árak, egyszerűen taszító, hogy a fideszes kormányzat leereszkedő gőggel vonul a balatoni luxusvillákba és szállodákba. Majd megmagyarázzák nekünk, hogy nincs is szükség több szabad strandra. A Balaton körül jelenleg nagyjából 50 szabad strand üzemel idén, ennek több mint 80%-a déli parton található. A Balaton Szövetség elnöke szerint nem megoldható, hogy minden településen legyen ingyenes fürdési lehetőség, az északi parton többek között a helyhiány miatt. Amennyiben a fizetős strandokat ingyenessé tennék, abba több település belerokkanna anyagilag. A fizetőseket viszont szabad strandra tenni, annak van egy olyan vonzata is, hogy a költségvetésben ezt a települések erőteljesen megérzik, hisz tudjuk jól, hogy az önkormányzatoknál sok esetben már a működés is kérdéses volt az elmúlt esztendőkben. Balatonparti önkormányzatok nem engedhetik meg maguknak, hogy ipar és egyéb bevételeik legyenek, a turisztikára álltunk rá, és például Szigliget esetében a strand az egy évben több mint 100 000 embert tud fogadni. Ez egy nagyon komoly bevételt generál a település infrastruktúrájának és működésének szempontjából. Ez egy rendkívül fontos bevétel. Idén nagyon sok strand azt tervezi, hogy megemeli a belépő díjak árát. Eddig 2 éven keresztül nem tehették meg a veszélyhelyzet miatt. Felhívtuk az egyik strand ügyfélszolgálatát, ahol például 25%-kal emelnék az árakat. Megszűnik ez a vészhelyzet, akkor 25%-kal emelnek? És elsőjétől 25%-kal emelünk, bizony. Hát nem jó hírek. Mert kintelnek vagyunk, mert hát nem jó hírek, nekünk se jó hír az, hogy fölment a munkabér, fölment a fenntartási költség, mi mindig ugyanazokon az árakon dolgozunk, mint 2020-ban. Információink szerint van olyan balatonparti önkormányzat, ahol a képviselőtestület akár 50%-kal is emelni idén a strandbelépők árát.